Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Búrján Zsigmond, szervusz Zsiga. Szervusz Lajos, és én is köszöntöm a nézőket. Mégpedig arról fogunk beszélgetni, hogy 2014-től már megszokhattuk, hogy egyre nagyobb figyelem kíséri az első világháború történéseit, hiszen a székesfehérvári katonák nagyon fontos szerepet játszottak. A koszorúzások során megtapasztalhattuk, amelyről mi is beszámoltunk, hogy a 10-esek, 17-es, 69-es és így tovább ezredek fontos szerepet játszottak a katonaváros létében. Nos, ami azonban nagyon-nagyon fontos volt, hogy az elmúlt esztendő egyik nagyon-nagyon fontos eseménye volt számunkra a Csak még egyszer előre című történelmi filmdráma, amelyet Zsiga rendezett, Búrján Zsigmond rendezett, a Csak még egyszer előre. Ennek van egy előélete, mégpedig nem más, mint a nagyapád. Az a kötődés, az a tanítás, amit ő megfogalmazott számodra, hogy miként kell gondolnia egy nagyon is 21. századi fiatalnak a nagyháborúról. Hát igen, a film is úgy született, hogy gyerekkoromban nagyapám nagyon sokszor elvitt a 17-eseknek az emlékművéhez, és ha bár ő nem ennek az ezrednek volt a katonája, hanem a budapesti egyes számú gyalogezrednek volt a katonája, de ő nagyon büszke volt arra, hogy a 17-esekkel együtt harcolt, tehát a 17-esek mellett harcolt. Ugye ő 1917 augusztus végétől kerül ki az olasz frontra, mármint a nagyapám, és akkor az első tűzkeresség, ami ugye keresztül megy, az a Mont-Saint-Gabriel hegynek a védelme, amit a budapesti 1-es, a debreceni 3-as, a nagyváradi 4-es és a székesfehérvári 17-es fő, ezek voltak a fő törzs, amik védték ezt a hegyet. Ez volt az utolsó hegy, az utolsó bása az Isonzó folyó partján. A hadvezetés arra gondolt, hogy ha ez a hegy elveszik, akkor nem tudják tartani az olasz hadsereget, és mint egy ilyen autósztrádán a folyóvölgyével gyakorlatilag be tudtak volna törni a monarchia területét. Egyébként nemrégiben beszélgettem olyanokkal, akik a debreceniekkel együtt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári küldöttsége és ellátogatott Doberló Isonzó, illetve oda a kápolnához, és egy új emlékművet is avattak, és nagyon sokat említik azt a különleges pillanatot, ami ugye ez hozzátartozik, hogy 100 esztendeje november 3-án írták alá a padovai egyezményt, a hadviselő felek, tehát így az osztrák-magyar monarchia is a határok mögé kellett, hogy visszavonuljon. De ez egy különös történet, főleg a 17-es honvéd gyalogezred történetének tükrében. Igen, mert tulajdonképpen az történt, hogy hiába írják alá 3-án ezt a fegyverszüneti egyezményt, volt egy záró mondat benne, amit gyakorlatilag nem vett figyelembe senki, hogy ez november 4-től lép életbe. És már november 2-án fölkészült az olasz hadsereg egy nagy offenzívának az elindítására, amit el is indítottak, és gyakorlatilag megtámadták a fegyvereket letevő magyar csapatokat. Nagyon-nagyon nagy létszámú hadifoglyot ejtettek egyébként, tehát a 150 ezertől a 300 ezerig vannak ezek az adatok, de tehát több százezer volt, az biztos. És a Sipos Gyula által vezetett 17-esek, ők nem tették le a fegyvert, hanem folyamatos elszakadással, folyamatos tűz alatt tartva az olasz támadó hadsereget, és hát nyilván őket is folyamatos tűz alatt tartották az olaszok. Gyakorlatilag még november 4-én is még harcban álltak, és nagyon súlyos veszteségeket szenvedett az ezred. Igaz, hogy hadifogságban nem került senki, és a Sipos Gyula ezt az ezredet úgy, ahogy felszerelték, nyilván nem azokkal az emberekkel, nagyon kevés volt, aki végig tudta csinálni úgy a háborút, hogy túlélte, mert nagyon sok embert fogyasztott el az ezred. Ez alatt az időszak alatt, mert 1915 május elejétől a parancsnoka az ezrednek Sipos Gyula, de nagyon nagy veszteségekkel fegyverbe, rendbe hazajöttek Székesfehérvárra, ahol 1918. november 18-án fölavatják az akkor már állt oroszlános, úgynevezett oroszlános emlékművet. Igen, az emlékmű is fontos, ugyanakkor az is fontos, hogy ma is, tehát
a mai kor eszközeivel próbálunk visszaemlékezni, megemlékezni, és méltó tisztelettel mindez. Honnét jött a film gondolata, az ötlet, és egyáltalán, mert ez egy nagyívű történet mindenféle értelemben. Hogy sikerült ezt megvalósítani, hiszen tudjuk, hogy nagy játékfilmet, történelmi drámát csinálni, egy ilyen háborús etüdöt, az egy óriási kihívás. Én azt mondom, hogy amikor ebbe belevágtam, az, hogy később csatlakoztak hozzám nagyon sokan, nem láttam én át, hogy ez mekkora munka lesz. De az biztos vagyok benne, hogy ez jobb is. Mert hogyha ezt előre látom, akkor lehet, hogy elbizonytalanodtam volna. Így is voltak közben nagyon-nagyon komoly nehézségek, de valahogy nem tudtuk, nem akadtunk meg. Tehát valahogy én elhitettem azokkal a társakkal, színészekkel, vagy hagyományőrzőkkel, ugye Jászsi Balázs és csapatára gondolok, meg az ország minden területéről jöttek, csak a Jászsi Balázs szedte őket össze, hogy elhitettem azt, hogy ebbe higgyenek ebbe az egész ügyben, mert ez fontos. És így tudtunk elindulni, és így tudtuk végigcsinálni, de egyébként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ez hogy sikeredett, és lehet, hogy ez most nagyon furcsán fog hangzani, amit mondok. Én nekem olyan érzésem van, hogy a Jóisten megengedte, hogy minket odátról támogasson egy egész ezred. És így tudtuk ezt végrehajtani, ezt a feladatot. A fókuszban nyilvánvaló Sipos Gyula egyik oldalról, a másik oldalról a hiteles történések. De hogyan lehet, nyilván hiszen nem maradtak fent közvetlen párbeszédek, levelek néhány, tehát nagyon-nagyon sok munka előzte meg, könyvtár, beszámolók, hadtörténészek által leírt történetek. Hogy sikerült ezt egységes egészé formálnod? Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog volt ebből az egészben egy egységes egészet összehozni, és arra viszont már a munka folyamán rájöttem, hogy folyamatosan hozták az újabb és újabb könyveket, hogy ezt olvasd el, még ezt olvasd el, még. És ezt is csak rájöttem arra, hogy ez nem fog így menni, valahol határt kell ennek szabni, mert ha nem, akkor még most is ott ücsörögnék valahol az íróasztalnál, és azon gondolkodnék, hogy akkor most mit tegyek bele, hogy álljon össze. Ezért redukálni kellett a történetet is. Az eredeti forgatókönyv az sokkal szertágazóbb, sokkal bonyolultabb volt, és le kellett róla szedni azokat a dolgokat, amik nem hiába odaillettek, de mégsem tud egy filmben minden apró mozzanat benne lenni. És ezért arra törekedtünk, hogy magát az emberi oldalt hozzuk ki. Én a nagyapám után hiszem azt, hiszen ő büszkén mondta el magáról, hogy a 17-esekkel együtt harcolt, holott a Budapesti egyes számú gyalogezrednek volt a katonája, csak a Mont Saint-Gabriel védelmébe kapcsolódott be a nagy háborúba, ami 1917. szeptember elejétől folyt. Az volt az utolsó védekező isonzói csata, a 11. isonzói csata volt. Azt mondják a hadtörténészek, a hadszintérkutatók, dr. Stenzinger, Norbert, Rózsafi János és Pintér Tamás, hogy az összes isonzói ütközet közül ez volt a legádázabb, a legkeményebb, hogy ezt egyrészt meg kellett, hogy valahogy mutassuk, máshogy az emberi oldalt kellett kiemelni, hiszen ahogy a nagyapám is mesélt, hogy amikor ő bevonult katonának, akkor átölelte az édesanyját, és potyogtak rá a könnyei. Tehát ez emberi volt. Tehát nem születik mindenki hősnek, ebben a filmben is van három karakter, az egyik ez egy ilyen gyávább fiú, és ő az, aki túlél, és mégis hősé válik. Tehát ők már nem a 15-ben már nem úgy mentek oda, hogy vége volt a háború,
optimizmusnak, akkor már tudták, hogy a szomszéd nem jött haza, a másik hazajött, de nincsen lába, a harmadik hazajött, csak, de nem lehet vele mit kezdeni, mert egyszerűen semmi más nem csinál, csak kiszik. Egyébként ez hozzátartozott, nagyon sok volt az alkoholista utána. Egyébként. Tehát a fontos, hogy a vállalatfeladatok teljesítése mindenek előtt az eskü mentén. Én azt gondolom, hogy ezt a film hűen tükrözte. Nagyon fontos, hogy amikor megvan a történet, akkor a megfelelő karaktereket megtaláld. Én azt gondolom, hogy itt ebben a filmben ez sikerült. Itt kell, hogy szó essék áldott emlékű barátunkról is. Igen. Matus Gyuri sajnos nincs köztünk már. Hát Gyuri bácsi játszotta az első filmben az idős Sipos Gyulát, aki visszaemlékezik erre a háborús időszakra, hiszen vele kezdődik, a nyitókép is vele indul, és az utolsó kép is vele fejeződik be, mint hogy lezárja ezt a történetet. És hát én azt gondolom, hogy a Gyuri bácsi odaállt most már az igazi 17-esek. Igen. Tűzkös Sanyi remek választás volt, nem különben, illetve a többi színész is, Barbé Gáborék, Szabó Miklós Bence és valamennyi, akik tevékeny szerepet vállaltak ebben. Mikor jött a gondolat? Ja igen, hát az utóélete. Mi láttuk mindnyájan. Tehát Székesfehérváron azért volt bemutató, a Barátság moziban. Most hol áll ez a film? Hiszen ahogy az imént elkezdtem, hát 100 éve írták alá a Padovai Egyezményt, és hát legalábbis 1920-ig, júniusig, a szégyenteljes trianoni béke idejéig, ez mindig is aktuális lesz. Azután is egyébként, de addig feltétlenül. Én azt tudom, hogy a fehérvári középiskolásokhoz már eljutott a film, és most biztató előjelek vannak, hogy tudunk tovább lépni ebbe, tehát hogy jobban ki tud lépni Fehérvárról. Úgyis ez nem 100%-ig fehérvári történet. Fehérvári történet azért, mert a 17-eseknek az apropóján, akik egyébként különlegesek voltak ugye a monarchiának a hadseregében, tehát ez egy rang volt 17-esnek lenni. Az ő történetük és Sipos Gyula története apropóján mutatom be ennek a háborúnak azért a nagyon kemény oldalát, és van olyan jelenet, amikor a férj elbúcsúzik a feleségétől, hát az hány tízezer, hány százezer helyen játszódott el Magyarországon akkor. És bármelyik faluban, bármelyik városban, vagy bárhová elmegy az ember, és nézi, ugye aztán 1920-balánytól Hortinak volt egy olyan rendelete, hogy meghatározott létszámú településnek fölött kötelező volt nagyháborús emlékművet állítani, és föl vannak sorolva az elesetteknek a nevei, és jártam Szigligeten, 60-valahány embernek a neve van felsorolva, ami akkor egy nagyon kicsi kis falu volt. Igen. Tehát azt lehet számolni, hogy nem volt olyan család, akinek valahogy valamilyen vesztesége ne lett volna a nagy háborúban. Nos, ugye Sipos Gyula nevét említettük, most nem régiben egy ezred alakult Székesfehérváron, tehát a mai kor sem felejtette el, és azt hiszem, hogy a következő filmben is alapvető főszerep jut az ő visszaemlékezéseinek, mindennapjainak. Honnét jött a gondolat, hogy folytatod ezt a történetet? Ez nem úgy volt, hogy jött egy gondolat, hanem amikor befejeztük a forgatást, és befejeztük a film vágását is a végleges változattal, akkor maradt bennem egy üresség, hogy itt azért ennek nincsen vége. Mert arra gondoltam, hogy a nagyapám, amikor ő aztán a Piavénél október 26-án nagyon súlyosan megsebesül, majdnem meg is hal, és akkor hazahozzák, egy fél év alatt fölépül, és utána azt mondja, hogy neki vége a háborúnak, és ott találja magát, hogy megjön neki a behívó, ugyanaz sas behívó, hogy be kell vonulni a Vörös Hadseregbe. Tehát és akkor értem én azt, hogy vége van valaminek, és akkor mi van? Hogy van azután?
hogy tudnak ezek az emberek visszailleszkedni? Miként sikerült ezt megfogalmazni? Hát még nagyon a film, illetve most a forgatókönyvírás kellős közepén vagy még, de hogyan sikerült ezt megfogalmazni? Hát ez úgy lesz megfogalmazva, és sajnos ezt a szerepet már nem a Matusz Zsuri barátunk fogja eljátszani, hanem ugyanúgy egy keretbe van foglalva, csak akkor már a Sipos Gyula, már nagyon idős ember, hát tulajdonképpen ugye az 58-ba fejeződik be a film, és ez 1959. 59. októberében hal meg Sipos Gyula, és a halálos ágyán egy nővére való beszélgetéssel elevenedik fel ez az egész történet, és az, hogy mi történt azután. És ugye el kell, hogy jussunk, nekem a nagyapám azt mondta például a Trianonra, mert eljutunk Trianonig, itt ennek a filmnek az utolsó előtti zárójelenete, ennek a második filmnek, az 1920. június 5-e. Azért június 5, mert akkor nyomják ki az újságokat, és akkor olvassák el az emberek, ez egy kocsmai jelenet lesz, amit egyébként a fehérvári akkor úgy hívták, hogy friss újság, az ugye megvan eredetibe, hogy mi volt a szöveg, amit írtak, az a címe a cikknek, hogy harangoznak. És ott az a kocsmában olvassák föl, ugye amit írt a fehérvári friss újság a trianoni békeszerződésről. Tehát el kellett az egésznek odáig mennie, mert sokan ugye azt mondják, hogy ezt már nem lehet visszaállítani. Én sem erre gondolkodok. Azt szeretném bemutatni, hogy akkor az emberek ezt hogy élték át, mit értettek belőle. Én azt gondolom, hogy semmit. A nagyapám azt mondta, hogy előbb úgy voltak vele, hogy nem hitték el. Azt mondták, hogy ilyet úgy se lehet csinálni. És amikor mégiscsak megtörtént, hogy mégiscsak bebizonyosodott, akkor ott álltak teljesen, és azt mondták, hogy nem értettek semmit, nem értenek semmit. És ezt az érthetetlenséget szeretném valahogy ábrázolni, és ugye persze vannak benne olyan adalékok, amiről soha nem is tudtam, hogy volt Fehérváron egy vagonváros, már 1919-től kezdve Romániából azok az állami tisztviselők, akik nem esküdtek fel, nem mondták azt, hogy ők románok, azokat kirugdalták az állásukból, és nagyon sok nagyvárosban, ez nem csak Fehérvárra volt jellemző, vasút állomáson üres vagonokat vagy pullmankocsikat odatoltak, és abban laktak, és 1922 után számolják föl ezt a vagonvárost, ahonnan mindenhonnan, Kolozsvárról, mindenhonnan levő emberek ott laknak a családjaikkal. És ugye itt a filmben el fog hangozni egy olyan kérdés, hogy és bíztok abban, hogy haza tudtok menni, és akkor azt mondják, hogy igen, abba bízunk, mert hogyha nem bíznánk, akkor megfulladnánk. Na ez egy nagyon összetett dolog, az a lényege, hogy amikor megtörténik ennek a béke diktátumnak ugye az aláírása és kihirdetése, akkor mindenki érthetetlenül áll, azok az egyszerű volt katonák is, ugyanúgy nem értik, mint a Sipos Gyula, aki Ludovikát és a Bécsi Katonai Akadémiát végezte el. Tehát ő egy magasabban képzett, jóval magasabban képzett ember, és ő is ugyanaz az érthetetlenség áll, hogy nem értik. Tehát ez csak látszólag egy szikár történet, egyébként nagyon is bonyolult. Ez bonyolult, és nagyon mély ember. Tehát a mélységeit nyilván akkor meg fogjátok keresni. Ki mindenki segít ebben, hogy ezt megvalósíthast? Hát a város nyilván. A város, igen. Köszönet a Cserpalkos András polgármester úrnak és a közgyűlésnek, akik, hát azt hiszem, hogy 3 hete szavazták meg ennek a filmnek a további támogatását. Ezután ugyanúgy várjuk a támogatókat azoktól a cégektől, akik már egyszer már segítettek. Most már legalább tudjuk mutatni azt, hogy hát igen, lám, mi azért valamit letettünk az asztalra, és hát próbálunk kiterjeszkedni még több irányba. Tehát, a forgatókönyv készül.
Hát most már 80%. Megvannak az elképzeléseid a szereposztás tekintetében? Igen, megvannak, megvoltak. A Gyuri helyett az idős, nagyon idős haldokló Sipos Gyulát természetesen Tűzkő Sándor fogja eljátszani. Ugyanakkor ugyanaz a csapat, aki volt az első filmben, ugye gondolok a Katona feleségre, Szigeti Annára, Balogh Mihályra, Borbé Gáborra, Győri Misire, Szabó Miklós Bencére, ugyanúgy részt fognak venni. És a Jászdi Balázs hagyományőrzői természetesen. Így van, és a Jászdi Balázsnak a hagyományőrző csapata, hiszen kit mást hívnék, hogyha nem őt, hiszen... Mikor kezdődhet a forgatás? Én azt gondolom, hogy januárban el kell, hogy kezdjük. Jövő év januárjában az első és a legelső és a legutolsó jelenettel. Mégpedig ez azért van, mert nekem ez könnyebbség lelkileg, hogy látom az elejét, és látom a végét, és valahogy azt látom, hogy innen valahogy el kell jutni oda, de már tudom, hogy hova. Mi lesz a címe? Nem tudom még a címét, a munkacím az van beadva, hogy Szégyen, de ez csak egy munkacím, biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz a címe, ezt még nem tudom. Hát erőt kérek, erőt, kitartást, szakmai fegyelmet, itt lesz rá szükség bőségesen, és azt gondolom, hogy mi is érdeklődéssel várjuk, mert ha úgy tetszik, mindennek rendelt ideje van. Ennek is rendelt idő határozza meg. És hát igen, ez egy olyan történet, aminek sajnos nem lehet vége. Én is úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Búrján Zsigmond volt a vendégem, hiszen a Csak még egyszer előre nagyszabású történelmi filmdráma folytatása következik az ő rendezésében. Érdeklődéssel várjuk. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!